Március végén indította útjára Vécsei László országgyűlési képviselő a rezsicsökkentés megvédéséért az aláíró éveket választókörzetében. Tisztelt Gödöllő környéki polgárok! A Fidesz Gödöllőn is megkezdte az aláírásgyűjtést. Azt kérjük, hogy aláírásukkal álljanak a rezsicsökkentés mellé, védjük meg közösen a rezsicsökkentést. Az eltelt 4 hét alatt országosan több mint 1 millió aláírás gyűlt össze a rezsicsökkentés védelmében. Térségünkben több településen és helyszínen találkozhattak az aktivistákkal, akik házról házra járva vagy főbb csomópontokon gyűjtötték az aláírásokat. Több támogató is elmondta, hogy sokat jelent számára az a pár ezer forint, amit a rezsicsökkentés eredményez. Egyetért ön a rezsicsökkentéssel? Természetesen egyetértek, nagyon örülünk neki. És egyrészt azért, mert így még ha egy pár ezer forinttal is havonta, de éves szinten az azért számít, olyan 10-15 ezer forintot, és hát ez természetesen jól jön minden háztartásba, főleg a nyugdíjasoknak, mi is kis nyugdíjasok vagyunk, és hát jövőben is, hogyha van ilyen program, akkor természetesen támogatjuk. Mit szól a rezsicsökkentéshez? Nagyon helyesnek tartom, épp ideje volt már, hogy helyesen intézkedik a kormány. Ön melyik számlán vette már észre, hogy megtörtént a rezsicsökkentés? Mind a kettőn. A gázszámlán is, villanyszámlán is. Havonta legalább 5000 forint spórolást. Pedig csak egyedül vagyok, és nagyon nehéz, mint rokkant nyugdíjasnak. De nagyon köszönjük. Hát a rezsicsökkentés, ez nagyon jó dolog, és aláírtuk. Mert már vártuk régóta, hogy mikor érnek ide, és... Még annyit szeretek mondani, hogy ezt folytassák tovább, és ennek így kellene. Ez nagyon jó dolog, ezt várták már a kis emberek, végre érzik azt, hogy a kormány is, hogy olyan kormányunk van, aki mellettünk áll. A gázdíj és a villany, ez körülbelül havi 2000 forintot jelent, ami nekünk nagyon sokat jelent. Az ennyi díj 60 ezer forint, tehát ez nagyon sokat jelent nekem. A Fidesz úgy véli, hogy az emberek támogatják őket rezsicsökkentő törekvésükben, és bíznak abban, hogy a folytatásban is ilyen intenzitással gyűlnek majd az aláírások. Én úgy látom, hogy az emberek ezt az elképzelést támogatják, és nem csak azok, akik korábban a Fideszre szavaztak, vagy akik szimpatizások voltak. Ebből is látszik, hogy ez egy olyan dolog, ami mindenkit érint, mert a számla mindenkinek jön, és a döntő többség aláírja. Vannak néhányan, akik közömbösek, ezt el kell ismerni, de úgy látom, hogy jóval több, mint a fele, az azt mondja, hogy ez egy jó dolog, és ezt ők alá fogják inni és támogatják. Több cég is beperelte most ugye a kormányt ezzel a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, viszont a ti gáz visszalépett. Mi lehet ennek az oka? Én azt gondolom, feltétlenül belátták azt, hogy ez egy olyan elképzelés, ami kellően meg van alapozva, és ami nincs ellen mit tenni. Én úgy gondolom, hogy nyilván ez egy fájdalmas dolog a cégek számára, senki nem akar minden kisebb profitot elérni, mindenki minden nagyobbat akar elérni, de van egy realitás, amivel azt gondolom, hogy be kell, hogy érjék, és még így is úgy gondolom, hogy egy gazdaságos tevékenységet tudnak Magyarországon folytatni, pláne megnézzük, hogy a környező országokban milyen színvonalon vannak ezek az árak. Azt gondolom, hogy még így is büszkék lehetnek magukra, mi pedig szeretnénk minél több további lépést tenni, az látni ebben az ügyben, tehát hogy minél több nagyobb csökkentések lesznek megvalósítva. Olyan hírek keringenek, hogy a rezsicsökkentéssel kapcsolatban a szolgáltatóknak akkor el kell bocsájtani az embereket, hogy tudják hozni a forgalmat. Ez így van? Hát nyilván ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ki hogyan próbál ugye a projekt az álláspontját megvédeni. Én nagyon bízom benne, hogy ezek inkább kommunikációs elképzelések és nem valós problémák lehetnek, hiszen ahogyan tudjuk, ezeknek az adózott eredményeik igen komolyak voltak, még azután is, hogy bizonyos cégek külön adót kaptak. Tehát én bízom benne, hogy ezek a munkáik biztonságban vannak Magyarországon a rezsicsökkentés követően is. A 4-es számú választókerületben pontos adatokat nem lehet tudni az aláírások számát tekintve. Vécsei László országgyűlési képviselő úgy látja, hogy az emberek pozitívan állnak a rezsicsökkentéshez. Az országos adatokat figyelembe véve úgy gondolja, hogy a közeljövőben sikerül véghez vinni további csökkentéseket is. Már megvalósult január 1-ével a villany, a gáz, a közcsatorna szolgáltatás, tehát a szennyvízszolgáltatás, és hát folyamatban van az, hogy a szemétszállításnak, a palackos gáznak, és mind beszéltünk róla, valószínűleg a kéményseprésnek a díját is. Tehát minden a közszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatásnak az árát csökkenteni szándékozik a kormány. A 4-es számú választókörzetben Gödöllőn, Kistarcsán és Hévízgyörkön folytatják az aláírásgyűjtést.